Az erdélyi mezőségen található Magyar Palatka régóta a környék egyik legjelentősebb zenészközpontja. Az itt élő cigányzenész dinasztiák nem csak saját falujuk, hanem sok környező település zenei igényeit is kielégítették. A zenekar egyaránt játszik magyar, román és cigány népzenét. A magyar, még a román vannak olyan, hogy úgy nevező akasztós, amit a magyarok táncolnak, a táncmozgaló, úgy kalos alap. Kalos, Zoli bács, ő neveztek, hogy amikor jártak gyűjteni, az egy ilyen lassú, úgy az a neve, akasztós, még a románoknak úgy muzsikálnak, ugyanúgy a ritmus, ez ilyen az úgy nevező, az a neve, de a lungu. Ez a különböző például. Még vannak ilyen dallam, csárdás, vagy amit ugyanúgy muzsikálnak a cigányoknak, vagy magyaroknak, vagy románoknak, de a dallam különbözik. Számos zenész muzsikált saját településükön, többen a biztosabb megélhetés érdekében más falvakba költöztek át. A zenészek szinte mindannyian rokonságban állnak egymással, tudásukat hagyományosan továbbadják a generáció között. Én Kozoba Florinon, unokatestvérek vagyunk. Édesanyám, az édesapjával testvérek voltak. És úgy álltuk be, most már az utolsó generáció vagyunk mi. Én Floris, a Remus. Aztán a két fiatal, azok még fognak maradni. És örvendünk, hogy akarnak tanulni tőlünk, amit tudunk, átadjuk, és ők remélem, hogy tovább viszik. A Pirográni testék keretében a Magyar Palatkai Banda adott koncertet és táncházat csütörtökön este Pécsen a Zsolnai negyedben található Pirogránit udvarban. A világon, ahol magyarok vannak, szinte mindenhol megfordul a banda. Zenéjükkel, habitusukkal vonzák a közönséget. Az erdélyi muzsikusok ismét nagy sikert arattak Pécsen.